Iránban csapódott be az oroszok több rakétája az amerikaiak szerint, pedig az oroszok szíriai célpontokat támadnak. Szóval, ha minden jól ment volna, a Kaszpi-tengerről indított rakéták csak átrepültek volna Irán felett. Ha a helyzet nem lett volna eddig is elég bonyolult, most a franciák is léptek. Szerintük az oroszok nem az iszlám államot támadják, ezért ők is újraindították a légi csapásokat. Rédli Balázs összefoglalója. Assad elnök visszavág. Szerdán jelentették be, hogy a szíriai hadsereg támadást indít, ahogy ők mondják, a terroristák ellen. Ez a valóságban nem csak az iszlám államot jelenti, hanem azokat a felkelőket is, akik meg akarják dönteni az elnök uralmát. Vagyis a szíriai hadsereg az oroszok légi támogatásával a felkelők által megszállt területen tör előre. Miközben az oroszok folyton arról beszélnek, hogy az iszlám állam állásait támadják. Az orosz rakétákat a Kaszpi-tengeren állomásozó orosz hadihajókról indítják. A rakéták elkerülik a NATO tagállam Törökország légterét. Azerbajdzsán, Irán és Irak felett repülnek át a becsapódás előtt. Legalább 4 rakéta azonban nem érte el a célpontját, hanem már Irán területén csapódott be. Ezt állították legalábbis az amerikai védelmi minisztérium illetékesei a CNN-nek. Az orosz védelmi minisztérium válaszul nekiment a nemzetközi hírtévének. Azt írták, hogy a CNN-nel ellentétben ők nem névtelen forrásokra hivatkoznak, hanem bemutatják a rakétáik kilövését és a becsapódásokat is. Nyilván az ehhez hasonló felvételekre gondoltak. Azt is hozzátették, idézem, hogy akármilyen kellemetlen és váratlan ez a Pentagonban és Langleyben dolgozó kollégáknak, a tegnapi támadás során a nagypontosságú fegyvereink a célpontokat találták el. Erre viszont már a CNN védelmi minisztériumi forrásai is reagáltak, vagyis az orosz és az amerikai hadsereg épp egy tévén keresztül üzenget egymásnak. Az amerikaiak szerint azok beszélnek most nagy pontosságú rakétákról, akik azt állították, hogy nincsenek orosz alakulatok a Krímben, pedig voltak, és meg is szállták a félszigetet. Közben az amerikai külügyminiszter felhívta az orosz kollégáját, és fél órán át beszélgettek. Külügyminiszterünk kifejezte az aggodalmát amiatt, hogy az orosz erők célpontjainak semmi köze az iszlám államhoz, mondta diplomata nyelven az amerikai külügyi szóvivő. Aztán az újságírók kérdésére azt is elismerte, hogy a két külügyminiszter lényegében semmire sem jutott. Felszálláshoz készülődnek a francia légierő pilótái. Éjjel ők is bombázták Szíriát, és azt ígérik, még fogják is. Ez nem az első és nem az utolsó alkalom. Azért támadtuk Raqqa környékét, mert kiképző táborok vannak arra. Az ott lévők nem a térségben akarnak harcolni az iszlám államért, hanem Európában és Franciaországban akarnak támadásokat végrehajtani, mondta a francia védelmi miniszter. Összedőlt épületek és rohangáló emberek. Egy friss videón az orosz légi támadások utáni állapotok láthatók. A szíriai polgárháborúban a becslések szerint már több mint 250 ezer ember halt meg, és milliók menekültek el az otthonukból. Rédli Balázs, 7/24.